action. Nagyon néz ki. Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Pár szót szeretnék mondani, mielőtt belekezdenénk ebbe az egészbe. Hónapok óta készülök erre a videóra. Mindig vannak ilyen periódusaim, hogy mikor milyen videókat szeretek nézni, és körülbelül másfél-két hónappal ezelőtt volt egy olyan időszakom, amikor csak olyan videókat néztem, ahol olcsó parókákat rendelnek lányok Wishről, AliExpressről, eBayről, Asosról és hasonló helyekről. És körülbelül két hét ilyen videó nézegetés után rájöttem, hogy én is youtuber vagyok, és én is rendelhetnék parókákat. És amikor ez megfogalmazódott bennem, akkor történt az, hogy egy napos, meleg délután leültem az AliExpress mellé, és elkezdtem böngészni a parókákat. Végig gondoltam, hogy igazából mennyit is szeretnék rászenni erre a kísérletre, és arra jutottam, hogy 5 parókát fogok megrendelni, ami mindenképpen 10.000 forint alatt van. Tehát, hogyha valamelyik tényleg jó lesz, akkor nektek is megérje azt megvenni. Azt biztosan tudjátok, hogy volt már két videóm, ahol paróka volt rajtam, és ezeket a Big Wig-től kaptam, viszont azok emberi hajból készült, igazi, minőségi, profi parókák. Na hát, most nem ilyenről lesz szó, nem ilyeneket fogunk megnézni. Az összes paróka, amit rendeltem, szintetikus, tehát műanyagból vannak, viszont azt írja az összesnél, hogy hőtűrőek, tehát lehet formázni őket. Erre majd egy kicsit később térünk ki, viszont megvan az 5 parókám, próbáltam olyanokat válogatni, amik nagyon különbözőek, és egyébként, hogyha jók, akkor tényleg tudom is őket használni. És itt van nálam minden kellék, ott vannak a parókák, itt vannak a fésűk, ragasztók és minden ilyesmi, és itt van a fő attrakció a fejem, úgyhogy azt most el is készítem gyorsan, és utána folytatjuk. Egy új taggal bővültünk itt szűk kis köreinkben, megérkezett hozzám Bence. Szasztok, Bástyán, itt Bástyulik! A Bástyulik a lányok? Igen. Értem. Felkerült a kis satyesz a fejemre. Rendeltem egyébként szőke, vagy hát ilyen világos-barna parókasapkákat is, de azokat már nem győztem kivárni. A parókák maguk körülbelül egy ilyen 3-4 hét alatt érkeztek meg, szépen elszórva, és a mai nap volt az, hogy az utolsó is megérkezett, úgyhogy végre el is kezdhetem kibontani őket. Csodaszép, drága, minőségi AliExpress-es csomagolást láthatunk. De tapintásra mindegyikben van valami, úgyhogy ez már egy jó pont, és mind megérkezett, egy se veszett el, úgyhogy én ennek már örülök. Nagyon néz ki! Most ez... Sorsoltunk. Fogalmam sincs, hogy melyikben melyik van. Ha nagyon szeretném, akkor meg tudnám keresni, de inkább nem szeretném, hanem így rábízom a véletlenre. Spontán vagyok. Jaj, erre emlékszem! Itt van a kis csomagunk, és egy olyan special offert kaptam el, gyerekek, hogy kaptam egy ajándékműszempillát. Szép. De azért kaptam. Tehát az első parókánk az egy rövid, fekete, kicsit ilyen Kleopátra fazon, de nem mi az? Frufrus. Van rajta egy ilyen kis háló, ami összetartja, és nem akarja elengedni. Ez amúgy... Megkeresem, mert az lehet, hogy ez igazi haj. 10.000 forintért nem lehet, hogy... Én megmondom neked, hogy igaz, igen, sziasztok.
Mert hát ugye én tudom. Ez tudja, hogy igazi haj, ezt a nyakam merem rá tenni. Tehát, hogyha így megnézitek, már abból látszik, hogy nem olyan nagyon fényes, mint egy... mi az? Paróka. Műanyag paróka. Aha. Nagyon szépen lassan mozgast, hogy lássák egyébként, hogy nem egyszínű. Az összes paróka egyébként, ami műanyag, az... az egyszínű, és ebben vannak vöröses szálak. Nem, ez tuti, hogy igazi szóval, haj. Short straight bob wigs for women, Brazilian lace front, human hair wigs. Ez valakinek a haja? Ne! Azt mutatja egyébként, itt most nézem a hirdetést, hogy lace frontos, tehát ez a háló, vagy tül, vagy nem is tudom, hogy ezt minek lehet szépen fordítani magyarul, az ugye elől van, tehát fültől fülig, és vannak már úgymond beépített baba hajai. Nézzük, gyors check. 1, 2, 3, 4 ilyen kis tűző van benne, amit ugye a parókasapka alá be tudtok tűzni a hajatokhoz, és van benne egy ilyen kis gumi hátul, amivel ugye a nagyságát tudjátok állítani, és akkor fel is teszem. Magam elé veszem a tükröt, hogy lássam, hogy mit csinálok. Uram, atyám, Bence! Meg egy kicsit egyébként lehet, hogy nagy lett a fonatom még így is. Bencének nyitva maradt a szája. De jó, de én azt mondtam neked, erre mint bejövök. Ezt még el akarom nektek mondani, és ne haragudjatok, nem akarok tovább zavarni, mert ez nem egy közös videó, de hogy ugye én arra vagyok kíváncsi, hogy Rebekának az ilyen rövid szőkehaj hogyan fog állni, mert én azt szeretném, hogy olyan legyen a haja. Bence azt mondja, hogy szerinte állati jól állna, hogyha ilyen rövid lenne a hajam, csak szőkébe. Nyilván, mivel én is szőkülési folyamatban vagyok, így díjazom a szőkét, de ez a hossz, ez valahogy nem tudom. Nekem nagyon tetszik. Oké, levázom a... Itt kell legyen? Ez a nem, kis... ezt majd mindjárt most te látni fogod. Na jó, nem is zavarok. Nézlek oldalra, jó? Jó. Ugye ezt a lészt, na mindegy, ezt ugye le kell vágni, és egy nagyon-nagyon picit, körülbelül fél centit kell hagyni a hajvonaltól, mármint hogy ettől a hajvonaltól, és utána azt majd szépen ráillesztem a sajátomra, de gyorsan levágom, és utána folytatjuk is. Elfordítottam kicsit a széket, hogy lássátok így is. Bence behozta nekem a hajvasalót, és egy kicsit rá fogok itt vasalni az elejére. Amúgy nekem tetszik. Ez az oldala egy picit hosszabb, ami azért van, nem vasaltam ki túl jól, mert a képen is úgy mutatják, hogy... Kiveszem itt a kis fülem mögül le. Hogyha ez szépen le lenne ragasztva, akkor ezt az oldalt a fülem mögé tudnám tenni, és akkor ez így néz neki. Kommentbe írjátok meg az összesnél, hogy tetszett, és azt is, hogy melyik volt a kedvencetek. Jöhet a következő. Jöhet a következő csomagunk. Ó, milyen kedves, még kis kártyát is kaptam. Jaj, remélem, hogy szép lesz, kérlek, legyen szép. Hát így elsőre amúgy nem rossz. Ugyanaz a kis háló rajta. Úristen, de hosszú! Az is igazi? Nem lehet. De amúgy nagyon puha. Annyira nem tűnik műanyagnak egyébként. Kevésbé hullik, mint a saját hajam. Úristen, ez nagyon szép. És amúgy nem... A teteje nem olyan nagyon szép színű, de nem olyan rossz az ombré benne. Nem? Ennek azért már nem olyan részletes a hajvonala, mint a másiknak, de levágom a tült,
és fel is kapom. Hú, nagyon-nagyon kócolódik. Szóval, így néz ki a második. Itt ezen a részen nagyon tetszik a színe, viszont itt nem vagyok benne biztos, hogy tetszik, és iszonyatosan kócolódik, és közel sem olyan jó elől, mint a másik, bár ezt azért még egy kicsit át fogom gondolni később, hogyha nekiállok egy picit átvagdosni őket, és megpróbálom személyre szabni. Ezt is elmondanám, hogy 5 millió videót megnéztem arról, hogy hogy lehet a műanyag szintetikus parókákat egy kicsit élethűbbé varázsolni. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok rá, és sikerül megcsinálni, akkor csinálok róla egy videót, és megpróbálom nektek is megmutatni, hát ha hasznát veszitek. Hú, nagyon hosszú, nekem valamikor volt ilyen hosszú hajam. Hogy bírtam én ezt elviselni? Úristen, Jézus! És nagyon sok. De amúgy így messziről tetszik. Jöhet a következő. Két csomagunk van még, amiből már tudom, hogy melyik-melyik, úgyhogy először ezt szeretném, a végére hagyom a csattanót. Ebbe kettő van, nem tudtam egyébként, hogy ezt a két parókát ugyanattól az eladótól vásárolom, és az összes parókának, amit vettem, a linkjét le fogom tenni a leírásba. Kaptam két szőke parókasapkát, úgyhogy ezt a feketét, ezt azonnali hatállyal le is cserélem. Kettőt, négyet összesen. Egyben kettő van, úgyhogy ilyet rendeltem egyébként pont valami iszonyatosan nagy csomagba. Azt hiszem, hogy összesen 36 darab lesz benne. A sapkázást egyébként smink előtt érdemesebb lenne csinálni. És mivel most csak próbálgatok, így ezzel se foglalkozom annyira, hogy teszem fel a sapkát, viszont azt már megtanultam, hogy kell leragasztani, és hogy tudom úgy feltenni, hogy tényleg pöpec legyen. Úgyhogy amúgy erről tényleg szívesen csinálnék videót. A hosszú paróka az nem más, mint egy rózsaszínes, szürkés szőke. Iszonyat hosszú, és amikor ezt a parókát megláttam, akkor egyértelműen egy valaki jutott eszembe. Drakaris. Úristen, kérlek, legyél jó, kérlek, legyél jó. Három darab tű van benne, és ugyanúgy a kis állító. Ezt is körbevágom, mielőtt felvenném. Ti egyébként hogy vagytok a parókával, hogy élveznétek cserélgetni a hajszíneteket, vagy egyáltalán nem hat meg ez a dolog? Imádom. Ám, a könyököm. Sokkal rugalmasabb a maga a sapka része is, amit ugye rá kell húzzak a fejemre, és nem tűnik olyan gubancolódósnak se. Nagyon tetszik. És szerintem meg lehet csinálni szépen a hajvonalát. Most egy kicsit össze van kócolódva a választékom is. Szerintem ezt meg lehet csinálni. Meg egyébként a képeken, ahogy be van fotózva, mutatják, hogy fel van kötve, és amúgy tök jól néz ki. Úgyhogy szerintem ez lesz az első, amit egy kicsit meg fogok stylingolni. És kipróbálom élesbe, hogy milyen. Ezt nagyon élem. Ennek egy kicsit kócos hatása van, viszont lehet, hogy azért természetes, hogyha ez szögegyenes lenne, akkor lehet, hogy fele ilyen jó se lenne. Megint jöhet egy rövid paróka, és én úgy voltam vele, hogy ha már parókát veszek, láttátok azért a rózsaszín is, egy kicsit próbálkoztam, hogy ne csak szőke és fekete legyen. Úgyhogy a következő az egy ilyen
meg nem mondom milyen zöldes, kékes valami, viszont képen nagyon tetszett a színe, és reméltem, hogy élőben is valami olyasmi lesz, és egyébként szerintem hasonlít. Egy kicsit csávé választékom, és egy kicsit, nem tudom, olyan szét van esve az egész dolog. De egyébként nekem ez is tetszik. Ez baj, vagy gáz, vagy nem tudom. Ezt egy kicsit lejjebb kell húzni, mert akkora a homlokom benne, mint hogyha nem tudom, én ki lennék. De szerintem, hogyha meg lenne igazítva a hullám, sőt, be is van dugva mindjárt. Legalacsonyabb hőfokon lehet ezeket is ugye piszkálni. Olyan színű, mint a szemem egyébként. A hossza olyan fura. Kicsit lehetne rövidebb, lehet majd megnyírom. Szerintem az eddigiek közül ez a legkevésbé kedvencem. De aztán lehet, hogyha megcsinálom itt elől. Ez nem tetszik, hogy itt nagyon lapos. Itt. Talán egy kicsit jobban csillog, mint kellene. Fújtam rá egy kis száraz sampont, és már most jobb. Oké, meglátjuk, hogy mit tudok ebből kihozni, viszont most jön az utolsó. Nem vagyok benne biztos, de talán ezt vártam a legjobban, és egyszerűen azért, mert ez egy meglepetés. Ehhez is van egy kis sapka, és én már látom, hogy nem pont olyan, mint amire gondoltam. Mutatom majd a képet, hogy mi volt az inspirációkép mellette. Ó, hát egy kicsit talán jobbra számítottam. Ennek egyébként mi? Ne. Te szivatsz, ne már. Hát ezt nem hiszem el. Tehát itt van az utolsó parókánk, ami... Én erre nem emlékeztem, hogy ez ennyi volt, de azt írja, hogy 1700 forint. És hát a képen egy az, hogy közel sem így néz ki, pedig sok kép fel van rakva, és egyiken se így néz ki. És esküszöm nektek, hogy ez a kép nem volt ott, amikor én néztem, mert ezen teljesen jól látszik, hogy igazából nincsen elől semmi. Tehát ez nem csipkés elől. Csipkés? Miért mondok mindig csipkéset? Nem ilyen hálós elől. Tüllős. Nem már. Hát ez nagyon rosszul esik. Nem tudok már beszélni. Hát nincsen mit levágni igazából. Nincsen is benne igazából semmi. Csak alul egy ilyen kis összecsatoló, amit nem találok. Fú, hát ennek nagyon gáz az eleje. Úristen! Aj, pedig ezt vártam a legjobban. Júj, még a fülem is kint van. És ez hullik is kellőképpen. Ez a legműanyagosabb az összes közül, bár nem tudom, hogy 1700 forintért amúgy mit vártam. Így nézünk ki az egyik oldal kivasalása után, legalább egy kicsit, és ennek is egyébként rövid bobnak kellene lennie, tehát így mondjuk, de nem az, és platina szőkének kellene lennie feketetővel, és nem az. És a kép, amiről mintázva volt, az egy Kim Kardashian paróka, lehet, hogy az a saját haja volt, tök mindegy, de hát közel sem így nézett ki, úgyhogy így utolsóra szerintem ez a legrosszabb. Nekem ezt tetszik a legjobban. De hogy? Nem tudom. Nincs is elől izéje, csipké, vagy mi az? Olyan, mint hogyha
most ezt én meg fogom mutatni nektek közelről, sőt, most lefotózom nektek közelről, hogy ez hogy néz ki. Köze nincs egy normális parókához, bár 1700 forintért meg tök jó. Szia! Most nézd meg. Basszus. Úgyhogy most az lesz a célom, hogy találjak egy olyan parókát, mint amilyennek ennek kellett volna lennie, és hogyha szeretnétek látni, hogy találok-e, vagy sem, és szeretnétek, hogy ebből az olcsó paróka rendelésből legyen egy második rész, akkor dobjatok egy lájkot, írjátok meg nekem a komment részlegbe, és szerintem ezt a videót én itt be is fejezem, és hogyha szeretnétek, hogy megmutassam, hogy lehet a szintetikus parókákat egy kicsit élethűbbé varázsolni, akkor azt is írjátok meg nekem a komment részlegbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, én nagyon jól éreztem magam, nagyon vártam már, hogy megcsináljam ezt a videót, remélem, hogy ti is élveztétek, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és ha esetleg nem követnétek még Instagramon, akkor ott is tegyétek meg. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!